Európai uniós pályázatokat ismertettek szombaton vállalkozóknak, illetve polgármestereknek Gyergyószentmiklóson. Nyilvánosan is bemutatták az országos helyreállítási tervet. Ünnepi műsorral emlékeztek meg Gyergyószentmiklóson a trianoni békediktátum napjáról. Köszöntöm a Fénytelevízió nézőit egy újabb hét kezdetén. Híreink következnek, tartsanak velünk. Vince Lóránt, RMDSZ-es európai parlamenti képviselő által szervezett Startoljunk rá című előadás sorozat székelyudvarhelyi és csíkszeredai állomása után szombaton Gyergyószentmiklóson előbb vállalkozóknak, majd a térség polgármestereinek ismertették az Európai Uniós pályázatokat. Célunk elhozni Brüsszelt Erdélybe, hangsúlyozta Vince Lóránt, aki Gyergyószentmiklóson is ismertette az EU-s keretszámokat, amelyek szerint a következő 7 évben Románia közel 80 milliárd eurót kap. Románia rendelkezésére hatalmas pénzösszeg fog állni a következő 7 esztendőben a helyreállítási költségvetésből, meg a 7 éves pénzügyi keretből. Én azt szeretném, hogy ebből a pénzből minél több jöjjön ide Székelyföldre és Gyergyó térségébe, hiszen az volna az érdekünk, hogy ezekből növekedjenek a vállalkozások, erősödjön a közösség, növekedjen az életszínvonal, és ebben a szakaszban most hagyták jóvá a nagy számokat, a tájékoztatás az. Azt gondolom, hogy a legértékesebb és a legfontosabb, hogy idejében kezdjék kialakítani az elképzeléseiket, akár a vállalkozók, akár civil szervezetek, önkormányzatok, és egy kiadványban, a Startoljunk rá uniós pályázatok erdélyieknek kiadványban magyar nyelven összesítettük a pályázati lehetőségeket. Ez az első ilyen kiadvány, még nem volt korábban ilyen magyar nyelven, és hát ennek a tartalmát ismertetik a szakembereink, a partnerek, a Központi Fejlesztési Ügynökség képviselője, a Goodwill Consulting tanácsadó cég, és én bízom abban, hogy ez az információ átadás segít abban, hogy jól felkészüljenek a lehetőségekre a vállalkozók. Tudjuk, hogy egy olyan időszak következik, amikor az európai célok átalakulóban vannak. Tehát látni lehet majd minden pályázati kiírásban, hogy a környezetvédelem egy nagyon fontos összetevő, a klíma, semlegesség. Ugyanilyen jelentős elem a digitalizáció. Ugye egy önkormányzat esetében ez az ügyfélbarát, egyablakos kiszolgálás, minél több szolgáltatás elérhető legyen online, az interneten. Ugyanilyen nagy cél az innováció, tehát hogy lépjünk szintet, és én azt szeretném, hogy ezáltal a rendezvény által, meg az egész erdélyi sorozat által valóban megcélozzuk az önkormányzatokat, vállalkozókat és civil szervezeteket, hogy felkészüljenek az előttük álló lehetőségekre. Az európai parlamenti képviselő szerint három kulcsszó, vagyis tulajdonképpen varázsszó létezik a következő pályázati időszakban. Ezek a környezetvédelem, ahol a cél a széndioxid kibocsátás csökkentése, a digitalizáció, amelynek egyik lényeges pontja az ügyfélbarát önkormányzatok kialakítása, valamint az innováció, vagyis a megújulás. Barti Tihamér, a Gyergyó területi RMDSZ elnöke vázolta, hogy Gyergyószéken milyen főbb irányvonalakat határoztak meg. Gyergyószéken, amikor elkezdtünk azon gondolkozni, hogy milyen típusú fejlesztésekbe kell a politikus beavatkozzon, egy néhány fő irányvonalat meghatároztunk, ami a következőképpen néz ki, eljutok a gazdasághoz is, mert az is része. Azt mondtuk, hogy meg kell nézni azt, hogy infrastruktúrális fejlesztések tekintetében hogy kell az önkormányzatokat és miben kell segíteni, hogy egy minimumot legalább elérjünk. Ez azt jelenti, hogy mindenhonnan begyűjtöttük azt, hogy víz csatornahálózat képítésére mennyi igény van az illető településen. Ezt összesítve átadtuk most, hogy kormányon vagyunk, érje is meg, átadtuk az illetékeseknek, akik Bukarestben dolgoznak, most értünk, hogy akkor itt a házi feladat, ezt kell Gyergyószékre ahhoz, hogy kijöjjünk a föld alól. Azt mondtuk, hogy gyűjtsük be, hogy útépítés szempontjából mire van szükség a medencébe, és itt két részre kell osztani ezt a medencét, tudjátok nagyon jól. Vannak a falvak, ahol arról beszélünk, hogy még melyik utcákat kell leaszfaltozni. Látom, itt van a csomagfalvak, alfalú, stb. Hogy mások, hogy nézzük az összekötő zsákutcákat, stb. Tehát, hogy van még munka, de... Na, és itt a város, illetve Szárhegy is egyébként még ilyen nehéz helyzetben van, de a város az
itt van, ahol belátható és bemérhető véleményem szerint, és ezt írtuk össze, hogy ne arról legyenek a viták politikai pártokban, hogy melyik utcát aszfaltozzuk le, ez volt az én hozzáállásom, hanem mennyibe kerül az egész város aszfaltozása. Tehát ha olyan kishitűek vagyunk, hogy arra lövünk, hogy akkor plusz egy utca, és kinek az utcája, hova megy az utca, és kezdik magyarázni, ez egy, nem egy komoly hozzáállás. És bemérhető Gyergyószár Miklós az utcák aszfaltozása szerintem nem világvége összegről beszélünk egyébként, olyan összegről, amik eddig is megszerezhetők voltak olyan értelemben, hogy a múlt mandátumban vízcsatornára lehetett szerezni 52 millió lejt, durván, kormányzati pénzből, ugyanabból a pénzből a város szinte teljes egészétlen lehet aszfaltozni. Persze először ki kell jönni a föld alól, tehát hogy még nem állunk ott, mert egy olyan vízcsatornaházatból kell legyen a 125 millió lej a városból, hogy kijön, de szerintem mind belátható, és hogy most, hogy kormányzati szerepük van, el lehet érni. Barti Tiha Mére mellett beszélt a sportolási lehetőségek, kultúra és gazdaságfejlesztés fontosságáról is a térségben. Bende Sándor parlamenti képviselő szólt arról, hogy Románia minden kérdésben le van maradva, utalva arra, hogy az országban még mindig milyen rossz állapotban vannak az utak, és hogy két egymást követő ciklusban sem tudták elkölteni az útépítésekre lehívott összegeket. Románia valahogy úgy van örökké, sokat több labdáztam annak idején, vagy kosárlabdáztam. De azt tudtam, hogy általában nem akkor kell a labdára szökni, amikor az fölfele indul, hanem egy kicsit később. És valahogy így van ezzel Románia, hogy ahogy mondja románul, un contra timp van mindennel. Mi akkor akarunk utakat felújítani, amikor az Európai Unió azt mondja, hogy kész, már fel van újítva minden út, és itt többet finanszírozást nem adunk. Mi akkor akarunk a medvéket kilőni, amikor más mindenki a medvét kilőtte, és nálunk a nyakunkon maradtak, akkor most már be van tiltva. Mi akkor akarjuk a kóborkutyákat összeszedni, amikor sehol nincs az egész Európában, de és akkor hozunk rendelkezéseket, hogy ezeket védeni kell. Amúgy biztos, hogy mindennek megvan a maga ideje, és mindent idejében kell elvégezni. Románia megtanulta azt, hogy még a saját ünnepeit is lekési, hiszen hogyha a centenáriumnak gondolunk, akkor ha belenézünk, akkor talán voltak olyan települések, ahol jó másfél évvel a centenárium ünnepség után tudták felavatni azokat a szobrokat, azokat az emlékműveket, amiket erre szántak. A találkozók második felében Lengyel Erika, a Központi Fejlesztési Régió osztályvezetője, a megfelelő tájékoztatás és tájékozottság fontosságára hívta fel a figyelmet, illetve beszélt arról, hogy a vállalkozók esetében csökkent az innovációs kedv, pedig ez nem bonyolult, csak valami pluszot, újat kell hozzátegyenek eddigi tevékenységükhöz a cégek. Tudjuk, hogy az egyik legfontosabb dolog egy pályázat elnyerésében és jó menedzselésében, hogyha megfelelőképpen tájékozottak vagyunk. Ez egy nagyon jó pillanat, ugye nagyon nehéz évet zártunk, és most készülnünk kell a következő 7 éves ciklusra. Számos pályázati lehetőség nyílik valamennyiünk számára, és hogyha ma még nem is sikerül, illetve a kiadványban nem sikerül végleges adatokat ismertetni önökkel, azért úgy gondolom, hogy ez a lehetőség megfelelő arra, hogy kis ízelítőt kapjanak, és tudják azt, hogy honnan keressék innen arra az adatokat. Végül Péterfi Attila, a Goodwill Consulting munkatársa látta el gyakorlati tanácsokkal az érdeklődőket. A tájékoztató körút folytatódik. Hargita megyében kezdtük ezt a körútat, Székelyudvarhelyen, aztán Csíkszeredában, most Gyergyóban lesz, 2 hét múlva Háromszéken leszünk, azután pedig átmegyünk a Párciumi részre, Bihar-Szatmár, Szilágy megye, aztán Kolozs megye és Maros megyében zárul a körút majd július közepén. Én azt látom, hogy már így a 3 nap alatt több mint 300 résztvevője volt a rendezvényeinkre, tehát célba jut, és természetesen az információ továbbra is elérhető marad, ez a kiadvány
kampány az ingyenes, hiszen európai parlamenti képviselőként nekem az az érdekem, hogy minél több brüsszeli információ eljusson az emberekhez, a vállalkozókhoz, úgyhogy ez a kiadvány majd utánrendelhető, megszerezhető az RMDS székházakban, és én bízom abban, hogy közösen hozzáteszünk ahhoz, hogy egy erős, sikeres közösséget építsünk a következő években. Az Európai Uniós pályázatokat összefoglaló kiadvány elérhető a vincelorant.eu honlapon, illetve az RMDS irodákban is. Rekord gyorsan kimerült a háztartási gépek roncsprogramjának második szakaszára kiutalt 30 millió lejes keret. 35 perccel a péntek 10 órai rajt után már hiába próbálkoztak OSER generálásával a regisztrált felhasználók. A támogatás akkor jár, ha az új gépet vásárlók leadnak egy régi eszközt. Azok, akik televíziót kívánnak vásárolni, beadhatnak egy régi készüléket, laptopok és táblagépek vásárlása esetén pedig egy régi személyi számítógépet kell leadni, vagy a programban szereplő más háztartási gépet, régi laptopon és táblagépen kívül. A legalább energiahatékonysági osztályba tartozó televíziók vásárlását 400 lejjel, a laptopok beszerzését 500 lejjel, táblagépek vásárlását 300 lejjel támogatják. Az ország helyreállításához reformra van szükség sok ágazatban. A nemrégiben ismertetett terv keretében három nagy és jelentős szektort tudnak finanszírozni az Európai Uniótól lehívott pénzekből. Románia hétfőn nyújtotta be hivatalosan Brüsszelnek az országos helyreállítási tervet, amelyet az Európai Bizottság fog elbírálni, szerdán pedig nyilvánosan is bemutatták, s megjelent az Európai Befektetések és Projektek Minisztériumának honlapján. A politikai osztály minden tagja tudja, hogy Romániának reformokra van szüksége. Az országos helyreállítási tervben pedig nagyon átláthatóan sorakoztatjuk fel azokat a módozatokat, amelyekkel ezeket a reformokat meg fogjuk valósítani. Pontos határidőket szabtunk meg a projektben a különböző reformok megvalósítására. Florin Kücu szerint a tervben fontos reformok szerepelnek, amelyekre a lakosságnak évek óta szüksége van. Az országos helyreállítási terv, röviden a PNRR, nagyon fontos projekt Románia számára. Az ennek keretében lehívható pénzekből három nagy és fontos szektor tudnak majd jelentős összegekkel finanszírozni. A szállítás ágazatát 6,7 milliárd euróval, az oktatást 3,6 milliárd euróval és az egészségügyet 2,4 milliárd euróval, jelentette ki szerdán Florin Kücu kormányfő. 29 milliárd 200 millió euróról van szó, amelyből megközelítőleg 450 kilométernyi autópályát, több száz iskolát és bölcsödét tervezünk építeni, több tucat kórházépületet pedig felújítani vagy építeni. A fontos rész, hogy 2024-ig fel is épül az első új kórház, ami premiernek fog számítani az utóbbi 30 év viszonylatában. Tehát 2024-ben lesz egy új kórházunk. Ahogy megígértük, nagyon fontos ennek a kormánynak, hogy kórházakat építsen. A kormányfő a nyugdíjrendszer megreformálásának szükségességét emelte ki elsősorban, de szerepel benne az igazságügyi rendszer reformja is, amire szintén nagy szükség van. Ki kell javítani, amit mások elrontottak az utóbbi évek során, tette hozzá. Ugyanakkor az országos helyreállítási terv keretében megvalósítandó beruházások és reformok nyomán az ország minden állampolgára hasznot fog húzni, szögezte még le a kormányfő. Christian Guignat, az Európai Befektetések és Projektek Minisztériumának vezetője szerint a tervet minden részletében úgy állították össze, hogy valódi sikertörténet váljék belőle, és Romániát egy modern, megreformált országgá tegye. Románia programja 15 összetevőből áll, amelyek a 2021-24-es Európai Parlamenti és Tanácsi Rendeletben meghatározott 6 pillér mindegyikét lefedik. A zöld átmenet pillér összetevői vízgazdálkodási rendszer erdősítés és a biológiai sokféleség védelme, hulladékgazdálkodás, fenntartható közlekedés, felújítási hullám, energia. A digitális átalakulás pillérnek egyetlen összetevője van, ez a kormányzati felhő és digitális állami rendszerek. Az intelligens növekedés pillér két összetevője az adó- és nyugdíjreform, valamint a magánszektor támogatása, kutatás, fejlesztés és innováció. A szociális és területi kohézió pilléréhez a zöld és digitális átmenet helyi alapja, valamint a turizmus és kultúra tartozik.
Az egészségügy, valamint a gazdasági, társadalmi és intézményi rugalmasság pilléréhez a következők tartoznak. Egészségügy, szociális reformok, a közszféra reformja, az igazságszolgáltatás hatékonyságának növelése és a szociális partnerek kapacitásának megerősítése. Hétfőn elkezdődött a 8. osztályos diákok beiratkozása az országos képességfelmérő vizsgára. A tanulók jelentkezését június 11-ig várják. A képességfelmérő június 22-én kezdődik a román nyelvi és irodalom vizsgával, majd a matematika vizsga következik június 24-én. A kisebbségi diákok június 25-én vizsgáznak anyanyelvi és irodalomból, ismerteti a vizsga menetrendjét az Ager Press. Az eredményeket június 29-én teszik közzé, az óvásokat június 30-án lehet benyújtani. A végleges eredményeket július 4-én hirdetik ki. Sok ágazatban jelentős veszteséget okozott a koronavírus járvány az elmúlt egy évben. Az ipari termelés kevésbé sínlette meg ezt az időszakot. Az ipari termelést nem érintette annyira a koronavírus járvány, mint a turizmust vagy a vendéglátóipart, ezért a 2020 második negyedévének kezdetén tapasztalható pánikhangulat után a termelés folyamatos volt. Véli Maros megye egyik legjobb gazdasági mutatóival rendelkező vidéki településének polgármestere. Április-május közepéig a nehezebb időszak volt, de utána helyreállt a gazdaság, dolgoztak a cégek, megtartották a munkahelyeket, sőt még újabbakat alkalmaztak. Én úgy érzem, hogy a gazdaságot nagyon nem érintette, hisz ipari gazdaságban nálunk, nincsen horeka, vendéglőipar nagyon sok, azokat érintette, de az iparágak azok működtek, hál' Istennek. Simon István szerint a korábbi években elindult online pályázati rendszer az elmúlt több mint egy esztendőben nagy segítséget jelentett az önkormányzatoknak a rendelkezésre álló pénzösszegek lehívásában. A kormánynak már volt egy, a járvány előtt beindult az online pályázati rendszer, ami tényleg megkönnyíti a munkákat ezelőtt 10 évhez, 15 évhez képest, amikor 50-60 kiló papírt vittünk egy pályázattal, most online feltöltjük, elektronikusan aláírjuk, és sokkal-sokkal könnyebb ezeket megírni. Kerelő Szent Pál idei költségvetése 32 millió lej. Ez az összeg akár 34-35 millió is lehet, hiszen a második ipari parkot tovább bővítik, idén újabb beruházások lesznek a községben. A büdzsé 60%-át befektetésekre, iskolafejlesztésre, tornaterem, kultúrotthon, orvosi rendelő bővítésére, csatornahálózat megépítésének befejezésére, illetve utak aszfaltozására fordítják. Mint ismeretes, tilos tarlót, szénát, szalmát és hasonlókat égetni a mezőkön. Ezt a gazdák többsége is nagyon jól tudja, hiszen az elmúlt években nem egyszer volt arra példa, hogy az Ápia a környezet őrséggel és a katasztrófa védelemmel együtt ellenőrzést végzett és büntetett, ugyanakkor a területalapú támogatást is megvonták a vétkesektől. Ezentúl azok a gazdák, akik a tavasz folyamán mezőégetéssel próbálták eltüntetni a maradékokat, automatikusan ellenőrzés alá kerülnek. Ez azt jelenti, hogy a gazdasági tevékenységet egész évben ellenőrizni fogják, a büntetés mértékét pedig a tett, vagyis a gyújtogatás következményeinek súlyosságát figyelembe véve állapítják meg. Gyergyó Szent Miklóson a Szent Miklós Római Katolikus Templomban ünnepi műsorral emlékeztek meg a trianoni békediktátum aláírásának 101. éves évfordulójáról. A Nemzeti Összetartozás napjára a trianoni békediktátum aláírásának emlékére június 4-én délután 17:30 Gyergyó Szent Miklós templomaiban megszólaltak a harangok, majd fél órával később a Szent Miklós templomban ünnepi műsor vette kezdetét. Az eseményen fellépett a Székelyudvarhelyi Kamerátán női kórus, akik Orosz Pál József karnagy vezényletével Bárdos Lajos, Kodály Zoltán, Erkel Ferenc műveket adtak elő. Oh,
Nagy József történész történelmi visszatekintőjével folytatódott az ünnepi műsor. A történész kihangsúlyozta, mindaz, amit ma a trianoni békediktátumról tudunk, az vagy a kollektív emlékezetből, a társadalomba átörökölt, családokban, közösségekben fennmaradt gondolatok, vagy történészek munkájából származik. A történelemben nem az szerint voltak fontosak az események, hogy mi ma mit tartunk arra méltónak, maga korábban mindig másképp ítélték meg. És az emlékezet szempontjából mindig az az érdekes, hogy az utókor mégis bizonyos eseményeket kiemel, pozitív vagy negatív elvérekkel válsz fel, attól függetlenül, hogy a valóságos történelmi időben ezek ténylegesen hogyan adottak, hogyan érték át azt a generációt, akik akkor éltek. És hogyha a magyar történelmet nézzük, a trianoni kérdés az egy kiemelten negatív, a jelenben is traumaként állandóan újra beszélt, újra és újra traumaként ható történelmi élmény. Jelenleg a trianoni trauma az a jelenleg, szóval nem a trauma. Igazából az, aki nem olvas különösebben történelmi könyveket, már jóformán fogalma sincs annak, hogy tulajdonképpen 1918-19 vagy 20-ban pontosan mit is történtek, hogyan játszottak le, csak mi ezeket mindig valamilyen előjellel felidézünk. Nem azt jelenti, hogy el kell felejteni, nem kell elfelejteni egyetlen fontos történeti eseményt sem, főleg ilyen sorsfordító eseményeket, mint 1918-20, hanem értelmezni kell, fel kell dolgozni, annyi kell, hogy inkább a történészek felfogása szerint gondolkodjunk róluk, és ne feltétlen a napi sajtóban elhangzó különböző rövid, sokszor összeesküvés elméletekben torkoló interpretációk szerint gondolkodjunk erről. Én gondolom, hogy dolgozzunk ki egészséges jövőképet, érjünk el valamilyen sikert, hogy a társadalom érezze, hogy siker élményekben van része, és azonnal eltűnik a semmibe az összes trauma, amit rendre keresünk magunknak és kinevezünk jelenben ható traumatikus élményként. Csergő Tibor András polgármester felszólalása gondolatiságában kapcsolódott a történész beszédéhez. Egy Magyarországra számára trianoni emlék van, hiszen a Magyarországon is mutatta el, mit jelent számunkra, akik itt élünk Erdélyben, Gyergyeszentmiklóson, Székelyföldön, kisebbségben, vagy néha volt többségben, attól függ, hogy jól van ez. Azért az emlék van számunkra a bátorítás, többet. Miért nem született meg a trianoni emléknap mondjuk a két világháború között, amikor tényleg volt ez a trianoni trauma? Mi volt trianonban mondjuk a kommunizmus időszak alatt, hiszen azért egy jó második generációs időszakot felülhet, hiszen ha megnézzük, akkor sem Magyarország, sem az erdélyi kisebbségi életben nem jelent meg a nemzeti kollektív tudatban a trianoni trauma. Mind 90 után élet újjá, hiszen ugye az előtt nem szabad. És ugyanígy, ha betakozódik azt, hogy milyen ünnepnek nagyon vannak, akkor szépen kiolvashatunk, akkor mikor mi a fontos, akár a nemzetpolitikában is. Én úgy tartom, hogy fontos. Ahhoz, hogy tovább építkezzünk, én úgy látom, hogy fontos, hiszen az utóbbi 10 évben a trianoni emléknapokat nem lettek, hogy népünk nem jön belőle, és nem is ez a célja, hanem egyáltalán egy memento, ami nem más, mint hogy emlékezzünk arra, hogy mi történt a történelemben, úgy, ahogy mi a magyar faj szokása szerint mindig olyan emléknapjaink vannak, és azok maradnak meg emlékezetünkben, amelyekben mindig mondjuk azt, hogy valahol elmondunk. Én azt hiszem, hogy ez a trianoni nap többről szól, mint a nemzeti kapcsolódás. Ez az újjáépítés és az együttlétnek a napja. A Szent Miklós templomban megtartott ünnepi műsoron felléptek a virtuózok zenei tehetségkutató és Molnár Levente operaénekes mesterkurzusain résztvevő Gyergyó Szent Miklósi gyerekek is, és felszólaltak a történelmi egyházak lelkészei. A megemlékezés Szent Misével zárult.
Ezek voltak híreink június 7-én, amikor csak tehetik, kövessenek minket Facebookon is. Én holnap is várom Önöket friss információkkal. Szép estét, viszontlátásra!